Szent Házadban. Köszönjük ezt a gyönyörű szép napot, köszönjük a békét, amit benne részesülhetünk és találkozhatunk. Örülünk, hogy az imaház ajtaja még nyitva van, és nyugodtan eljöhetünk, hogy dicsőítsünk téged. Kérünk, legyél a szószólóval is ott, hogy az üzenet eljusson a szíveinkhez. Amen. 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 Thank you.
Ez a szószék, amelyre ma délután felálltam, ez egy élő szószék, és úgy remegnek egy kicsit a lábaim, mert nem egy akármilyen közösséges, vagy bármilyen besorolású szószék ez. Azért is remegnek lábaim, mert úgy visszaemlékezem azokra, akik szolgáltak ezen a szószéken. Csak úgy egy pár nevet említenék, akiket mi az idősebb vagy a fehérebb hajó generáció kifogtunk. Gondolok itt Kecán bácsira, akit nagyon szerettünk. Gondolok Moldován Vilmos testvére, hogy ne remegne a lábad, amikor felállsz ezen a szószéken, ahol annyi fontos, mély és üdvösségére való az embernek ige hirdettetett. Gondolok itt Gyéresi Ernő testvére, gondolok most Timis Balázsi Károly testvéremre, miért ne Nözner Gottfried atyám fiára. Hát az utolsó lelkészek közül nem sokat felejtettem ki, és főleg azokat említettem, akik már nincsenek közöttünk. Ma délutánra a Habakuk próféta könyvéből kerestem egy igét, és főként azokhoz szólok most, akik otthon betegen fekszenek ágyaikban, és figyelik és hallgatják a ma délutáni elmélkedést. Tudnélik, jobban várják az Urat azok, akik élik talán életük legmélyebb drámáját. Mások, akik életük nagy örömét élik át, várják az Urat, mert mindnyájunknak van oka várni az Urat. És azokért a komoly hívőkért, akik komolyan veszik üdvösségüket, a várakozás türelemmel jár, kitartással, és végül isteni ajándékozással. Habakuk próféta egy ilyen várakozó ember volt, hozzánk hasonlított. Csak annyi, hogy a Jóistennek hűséges szolgája lévén az ő várakozása bekerült az igei sorozatba, úgyhogy példaképpen mutattatik nékünk ez a várakozás. És aki örömmel hozta magával a Szent Igét, hadd olvassuk a Habakuk próféta könyvéből a második fejezet első néhány versét. Őrhelyemre állok, és megállok a bástyán, és vigyázok, hogy lássam, mit szól hozzám, és mit felel nékem az én panaszom dolgában. És felele nékem az Úr, és mondta, írd fele látomást, és vésd táblákra, hogy könnyen olvasható legyen. Mert a látomás bizonyos időre szól, de vége felé siet, és meg nem csal. Ha késik is, bízzál benne, mert eljön, el fog jönni, és nem marad el. Az igaz pedig az ő hite által él. Legalább háromszor találkozunk ezzel az utolsó rövidke mondattal az Új Testamentumban. Idézve van az Új Testamentum írói által ez a gondolat, amelyet Habakuk próféta ejtette ki mindenek előtt. Ő, aki zúgolodott, panaszkodott, hogy nem jön az Úr, és nem válaszol az ő kérésére, látta a világ romlását, látta Izrael népének romlását, és mégsem siet az Úr, és Habakuk próféta vergődött, panaszkodott, zúgolodott, hogy nem jön az Úr. És végül beleunt a zúgolodásba, a panaszkodásba, és várt. A bástyafalra lépett, és onnan figyelte a keleti részt, és remélt, mert jönnie kell az Úrnak. A Habakuk próféta könyvének első fejezetei sírással, panaszkodással kezdődnek, és nagyon hasonlít hozzánk az, ami történt abban az időben. Látván a sok rosszat, amit mi is ma akarva akaratlanul
felfigyelünk rá. A múlt szombat délután Kolozsváron a Mocilor utcából, a gyülekezetből jöttünk ki 8 óra után, és egy pár fiatal velem együtt akart kilépni a járdára, de nem lehetett. Olyan ifjú sereg indult a járdán a park felé, a Mocilor utcából, és akkor hallottam másnap reggel a hírekbe, hogy szombat este az Antolt Fesztiválon legalább 110 000 ember jelent meg. 110 000, hát az nem kevés. 110 000 ember hol is fért el azon a téren. De hát figyeltem a fiatalokat, főként a lányok feketébe öltözve, tatuálva tetőtől talpig, a hajuk összefonva mindenféle formába, fekete öltönybe tetőtől talpig, és néztem, hogy ezek nem hasonlítanak egyáltalán Krisztusra, hanem inkább sátánnak jelképét hordozzák magukon. Egy ilyen világba kiállunk oda a kapuba, a Speranza gyülekezet kapujába, és a fiatalok tátott szájjal velem együtt nézik ezt a látomást, ezt a látnivalót. És azt mondjuk, hogy létezik, hogy az Úr megengedi ezt? 2 héttel hamarabb építették már a Baálnak szentelt képeket, jelképeket. Hozzák be a hindu vallásnak minden egyes képét, és a keresztény vallásnak bármilyen jelképe eltűnik a láthatáról. És pont mint Habakuk idejében, jelenleg mi is kezdünk zúgolódni és panaszkodni, miért nem jön el már az Úr. Mert hogyha még késik, bocsánatot kell kérjen a Sodoma és Gomora idejében élőktől. Azt mondják sokan. Mert túlszárnyaltuk azokat, a múlt időből valókat. Habakuk próféta zúgolodik, panaszkodik, siránkozik, de utólag belefárad ebbe a siránkozásba, panaszkodásba, és azt mondja, várom az Urat. Nem tudjuk, mennyit várt. Egy hetet? Egy napot? Egy évet vagy 5 évet? Nem tudom, mennyit várt Habakuk, de türelemmel várt. És egyszer csak megszólalt a Szent. Megszólalt az Isten, és választ adott Habakuknak, a türelmetlen Habakuknak. Várjad türelemmel, drága betegem, aki otthon az ágyból most figyeled, és hallgatod a prédikációt. Várjad türelemmel. Mert hogyha nem is válaszol ebben a percben az Úr az ő eljövetelével, de ez az advent reménység, amely nem csal. Mást, jobbat ennél nem mondhatok neked. Pál apostol a zsidókhoz írott levél 10. fejezet 37. versében azt magyarázza és azt mondja, még egy igen kevés idő, és akinek el kell jönnie, eljön, és nem késik. Várni nem könnyű, nehéz. A várakozás, főként amikor próba idejét éled át, nem könnyű a várakozás. Közben kétségek támadnak, vajon jön, vagy talán nem jön, betartja, beváltja ígéretét, vagy talán nem. Türelmelkedünk, idegeskedünk, toborzékulunk és aggodunk, mert nem jött még az Úr. Micsoda megnyugvás, amit Isten igéjében találunk. Jön az Úr, te a bástyát látogasd meg, emelkedj föl a földporából, és várjad, türelemmel várjad, mert jön az Úr. Az Isten ideje nagyon érdekes. Isten nem siet és nem késik. Az isteni időt körülbelül így tudjuk mérni. Ahogy a tanítványokhoz szóltak az angyalok. Nézitek, ahogy elmegy, de visszajön. Vagy a Krisztusi ígéretből élünk. Elmegyek, de visszatérek. Ez az isteni idő. És White Helene egy gyönyörű gondolattal
hozza alá ezt az isteni idő mértéket, azt mondván, annyira biztos a bekövetkezése Jézus eljövetelének, hogy úgy beszélhetünk róla, mint már meglevőről, mindennek ideje és helye van az isteni időben. Tehát megismételem ezt a gondolatot, annyira mélyen aláhúzza az advent várakozásunkat. Annyira biztos a bekövetkezése az Úr Jézus eljövetelének, hogy úgy beszélhetünk róla, mint már meglevőről. Mindennek megvan a helye és a rendeltetett ideje az isteni időben. Ez úgy van, mint amikor a gazda elmegy otthonról, és szolgáira hagyja az ő vagyonát. És csak annyit mondnékiek. Elmegyek, de visszatérek. Nem mondja, hogy mikor. De az a szolgáinak van egy felelőssége, és egy kötelessége, hogy védjék meg az ő urának telkét, házait, vagyonát, és készen legyenek, mikor jön a gazda. Mikor Amerikában jártam, az egyik magas épületbe egy román család élt, és ott kellett Attila bácsi valami butrókat javítani. És mikor bementünk, hát románul beszéltünk a házigazdákkal, hát hatalmas ház, jó pár szoba, gyönyörű berendezés. A hűtőszekrények telve, tömve, az asztal megterítve, az ágyak készenlétben. És beszélgettünk a háziakkal. Ki ez az apartment, hogy ilyen gyönyörű? Hát azt mondja, ez egy zsidó emberé, aki az ő családjával kétszer vagy háromszor egy évben látogat ide, a Brooklynban, ahol vagyunk most. De nekünk egy felelősségünk van, hogy bármikor jönnek, nem mondják, hogy mikor jönnek, friss étellel, megvetett ágyjal és tiszta lakással kell várjuk őket. Na, gondolom magamban, hát ez a román család, ez tényleg, hogy megnyerte a nagy nyereményt, hogy ők olyan lakásban laknak, ami nem az övéké, de nekik készen kellett lenni minden pillanatban, mert csönget valaki az ajtónál, és bejön a gazda, belép a gazda. Úgy vélem, hogy az Úr Jézus érkezésével kapcsolatosan mi is így vagyunk. Bérlők vagyunk. Béreljük Istentől azt, amit nyertünk, amit kaptunk. De várakozásban vagyunk. Készenlétben vagyunk. Mert amikor jön, úgy akar találni, hogy el tudjon vinni abba az országba, amelyet készít számunkra. Az isteni idő tehát ez. Elmegyek, de visszatérek. Olyan advent igazságról beszélek én ma délután, amit azért már mind ritkábban és ritkábban tárgyalunk, mert belefáradtunk szerintem, nem jön az Úr, hát már ellepte a por ezt az igazságot, már szinte türelmetlenül vagyunk, és abba hagytuk a várakozást. A sok üres szék a gyülekezetekben ezt is tükrözi. Hogy belefáradtunk. Annyira, hogy már szinte nehezünkre jön hinni. Hát még készenlétben találtatni. Akkor jön el, amikor nem is gondoljuk. Mi lesz, ha talán éppen veszekedésben talál? Vitatkozásban, versengésben, gúnyolodásban. Mi lesz, hogyha egy vendéglőbe talál valahol az ital és a dinomdánom közepette? Miért ne találna bennünket az Úr az ő hajlékának falai között? Én úgy vélem és úgy gondolom, hogy az a félórás csend, ami a mennyekben lesz, amikor az Úr Jézus eljön, valahol azt jelöli, hogy szombat este felé érkezik az Úr. Én csak így képzelem el?
nem találok semmi ilyen utalást erre. De viszont én így gondolom el, hogy az a fél órás csend az egy hétnapos profétikus idő, hétnapos profétikus idő, ami kezdődne szombat este, jön az Úr, és hét napon keresztül látogatunk a bolygók között, indulunk, nem kell űrhajó, mert az Úr megoldja ezt. Megoldja az ember is, már látjuk, hát aztán az Isten. És pénteken este naphaladtára beérkezünk a mennybe. Hát vajon nem szép egy ilyen elképzelés? Lehetne az utazásunk rövidebb is, de meg vagyunk győződve, hogy az Úr be akarja mutatni azokat a bolygókat, ahol nincs halál, ahol nincs bánat, nincs keserűség, nincs betegség. És azt mondja, itt laknak, akiket teremtettem, akiket ide rendeltem, és elvisz bennünket, és csak csodálkozunk, és mire beérkezünk a mennybe, ott, ahol az Úr készített helyet nekünk, elmegyek, hogy helyet készítsek néktek. És miután helyet készítek néktek, ismét eljövök, hogy magamhoz vegyelek titeket. Na most ez a kirándulás hétnapos lehetne, lehet az gyorsabb is, nincs szó róla, de viszont én elkívánom az Úr Jézus Krisztustól, hogy vezessen el olyan bolygók felé, mielőtt beérkezünk az elkészített otthonba, olyan bolygók felé, ahol a megteremtett világ nem tapasztalta a bűnesetet, a bánatot, a keserűséget és a könnyhullatást. Kívánkoztok egy ilyen utazásra? Szebb lesz, mint a Maldív-szigeteken, megígérem, és én hiszem azt. Szebb lesz, mint akárhol. Mert az Úr világa bűntelen és haláltalan olyan világ, amelyet elkívánunk ma. Egy gyönyörű Jézus élete képet szeretnék felolvasni White Helen részéről. Mindent megér ez az írás. Figyeljétek, azt mondja, hogy amikor Simeon belépett a templomba, látott egy házas párt, akik elsőszülött fiúkat mutatták be a pap előtt. Külsejük szegénységről árulkodott, de Simeon megértette, mert a Szentlélek Isten megnyitotta az ő szemeit, megértette azt, hogy akit lát, nem más, mint a Messiás. És mondja tovább az írás, hogy a főpap az ő tenyerébe és karjába emelte a gyermeket, egyszerűen beírta és beiktatta Izrael nyilván könyvébe, de viszont nem jött rá arra, hogy ez a Messiás. Hogy eljött a Messiás. Ő nem jött, nem döbbent rá a főpap, csak azok, akik a Szentlélek által nyitott szemmel figyelték és várták az Úr Jézus érkezését. Egyike volt azoknak Simeon, az öreg, aki egy életen keresztül önmagát erre áldozta, hogy a templom kapujába várja, mert tudta ő, hogy itt az idő, hogy be kell jöjjön, be kell következzen a Messiás. Drága gyülekezet Krisztusban, jobb és bátorítóbb üzenetet ennél nem találok. Mondám az este egy nagyon szép család jár a keresztelendők órájára Szamosújváron, és mondom nekiek, testvéreim, én úgy várom a nyugdíjas napokat, ha elérem, nem tudom, de én aztán pénteken este biztos, hogy amikor kezdődne az istentisztelet, 10 perccel hamarabb leülök az utolsó székbe ott, és várakozok. És úgy danolok magamba. Szép énekeket az advent reménységről. Hát, mi lenne ennél szebb? És hiányoltattam az este is Szamosújváron azokat az öregeket, akik jöttek egy fél órával hamarabb a gyülekezetben, leültek a székükben, és mélyen elgondolkodtak az advent reménység felett.
Hát lehet, hogy azok az idők egy kicsit fogytán vannak, és az emberek is az időkben fogytak, mert a türelmetlenkedésünk arról tesz bizonyságot, hogy bele-bele fáradunk a várakozásba, és utasítjuk magunktól ezt a csodálatos gondolatot. Hol szeretnél lenni, mikor eljön az Úr? Amikor ígérete teljesedik. Minden ébredéskor, azt írtam ide magamnak, hogy minden ébredéskor, mikor leszállok az ágyból, hadd gondoljam át, vajon nem ezen a napon jön el a Krisztus? Ez a gondolat kellene foglalkoztasson, mikor reggel felébredünk és kiszálltunk ágyunkból, feltekintjük és azt mondjuk, hogy vajon nem ebben az időben, nem ezen a napon jön el az Úr Jézus Krisztus. Minden ébredéskor jusson eszedbe, hogy eljöhet az Úr aznak. Habakuk azt mondja, hogy őrhelyemre állok és várok. Itt állok, ahol keresni fog engem az Úr, ahova rendelt engem az Úr, ott állok és ott várom őt. Emlékeztek Luther Mártonnak gyönyörű mondására. Itt állok, másképp én nem tehetek. A Wormsi nagygyűlés előtt és az akkori császár előtt ezt a kijelentést merte kimondani Luther Márton. Én itt állok, nem retraktálok, én nem hátrálok, egy lépést sem hátra. Én itt állok, mert én csak így tudok tenni. Itt várom az Úr érkezését. Nem tágított, nem lépett vissza, hanem őrhelyére állt és várakozott. Hol van az én őrhelyem? A kérdés és a válasz, ami Istentől kell érkezzen. Hol van az én őrhelyem? Feljegyeztem 2-3 helyet, ahol biztos, hogy megkeres az Isten. Az egyik őrhely, ahonnan nem hiányozhatom, az a családom. Míg élek, felelősségem van gyermekeim és családtagjaim felett. Erről ne felejtkezzél meg, bárki lennél. Ima lelkülettel és szép gondolattal kísérd végig gyermekeidet, családjaidat. És hadd, hogy mikor az Úr eljön, akkor mondhassad azt, hogy Uram, itt állok. Őrhelyemen álltam. Amit csak tehettem, megtettem. A tied a dicsőség. Hol az én őrhelyem? Az én őrhelyem a gyülekezetem is. Ahol járok, ahol szolgálok, ahol éneklek, ahol imádkozom, ahol igét hirdetek. Őrhelyem. Őrhelyem az, amikor a függőséget eltávolítom magamtól. Mind több és több a függő szenvedélybeteg körülöttünk, és persze, hogy bennünk is előfordul, hogy megragad egy-egy szenvedély, amitől nehezen tudunk szabadulni, mert elcsúsztak a határok, mert kibillent az egyensúly, és már nem ott állunk, őrhelyünkről félreléptünk vagy balra, vagy jobbra, csak éppen az arany közép utat nem tudtuk még megtalálni. Hogyha kések, várjál, őrhelyedre álljál, mert az ígéret beteljesedik. Ria néni adott nekem ezelőtt, vagy 20 évvel, mikor itt voltam, még prédikátor ebben a gyülekezetben, egy gyönyörű, szép Moritz Zsigmond iratot, egy novellát, amit 1934-ben jegyeztek fel a Pesti Naplóban, és azt mondta Moritz Zsigmond abban az időben, hogy tömérdek életre volna szükségem, hogy mindazt megírjam, ami megírásra bennem felhalmozódott. És többek között ebben a novellában, amelynek címe Mikor a kövek is megszólalnak, megjegyzi Moritz Zsigmond, amikor egy adventista orosz fogságból tért haza. És hogy örült a felesége, aki már 4 éve nem tudott semmit az ő férjéről,
Csak pár nappal előtte kapta az üzenetet, hogy szerdán délután hazaérkezem. És Moritz Zsigmond így fejezte ki ennek az asszonynak örömét. Örült, hogy jön az ura. 4 hétig takarította a kis házat, de még a tyúkolt is kitakarította, mert tudta ő, hogy komisz ám az ő ura, és benéz a tyúkokhoz, tiszta-e vagy nem az old. A lakás olyan lett, mint a frissen mosott üvegpohár. Mert jön az ember, jön az ura. A ház után a kis kert is következett. Meghúzta a vonalakat, minden kis gyomot kitépett, mert jön az ura. Jön az ura, hát rendnek kell lenni, mert rendes ember ám az ő ura, komiszrendes ember. Hegyke, csipkedő nyelvű, széllel bélelt, vakmerő, verekedő. Még az asszonyokat is nagyon szerette. De megjött a levél, hogy este, szerdán érkezik az ő ura. Délelőtt már elment a kocsmába, s vett egy liter bort, azt hazavitte, beleöntötte a porcellán kancsóba, s feltette az asztalra. De hát, ha fogságba rászokott a szivarra, ezért 10 szál finom szivart vásárolt az órának. De hát, hogyha pipát szokta meg, pipát is vett neki. Nagyon szerette az órát, és várta, pedig sokszor verést kapott tőle. Most már jönnek a nagy alkudozások, számolások, tanácskozások, sáros csizmák, bagos köpések, lárma, bot és verés. Mindez reám jön, gondolta az asszony, de megéri. Hazajön az ő ura, akit régóta várt. Nem baj, ha Isten így rendelte, el kell fogadni. Igyekezni fog engedelmeskedni az ő urának. Aztán bejött az ő ura, megölelte az ő feleségét is, az ő vállára hajtotta a fejét, és úgy megnyugodott. De a feleség, aki megvette a finom bort, a poharat feltöltötte, felöntötte, és odatolta az ő ura elé, és azt mondta, igyál, a legfinomabbat vásároltam neked. Köszönöm, drága feleségem, nem kérek belőle. Majd a szivart, hát szívjál belőle, a legfinomabbat vettem neked. Köszönöm, drága feleségem, de én nem szivarozom. Aztán a finom, frissen megsütött csülököt, ugye, csülököt, azt előre tette, passzújjal kibélelve is, a legfinomabbat, amit ő tudott készíteni, és az ő férje eltolta magától, és a feleség akkor már felfigyelt. Mi történt veled, te férjem? Hát te beteg vagy? Nem, azt mondja. Én adventista lettem. Jaj, az Úr őrizzen, hát milyen betegség az, kérte a felesége. Nem betegség az, te drága asszony, hanem adventistának lenni annyit jelent, hogy várakozó. Én várakozó lettem. Hát, ilyet még nem hallottam. Hát kit vársz te, Uram? Hát itt vagyunk most ketten. Én várom az Úr Jézust. Tudd meg, hogy mától kezdve tőlem nem kell féljél. Soha a botot nem emelem fel reád. Én inni alkoholt nem iszok. Én dohányozni nem dohányzom, mert én adventista lettem. Hol talál engem az Úr, amikor eljön? Gyertek, tisztítsuk ki lelkünk világát, és mondjuk el azt, hogy jöjj el, áldott, üdvözítő, hiszen te vagy az én lelkem hő vágya,
és az örökké valóság kapuját nyisd meg előttünk, hogy vigyél bennünket haza. Habakuk könyve, és főként ez a fejezet olyan, mint egy átölelés. És hogyha megnézitek a bibliai fordítást, ez a név, hogy Habakuk, a legszebb kifejezés magyarul. Habakuk annyit jelent nyelvünkre fordítással, hogy átölelés. Habakuk, átölelés. Amikor legcsüggettebb a helyzet, átölel az Isten. Ezzel az üzenettel. Elmegyek, de visszajövök. Meglepetés a leányomnak újból. Ezelőtt 10 évvel még énekeltem vele itt. Felhívom, hogy énekeljünk együtt egy éneket. Lehet, hogy a cappella. Ha lesz olyan kedves, eljön fel Nóra. Megpecsételi ezt az üzenetet, az ének, amelyet kerestem. Másra is gondoltam, de ezt elénekelem. Most a következőt majd máskor. Lehet, hogy a gyülekezet ismeri ezt az éneket, de Nóra biztos nem ismeri. Köszönöm, hogy énekelhetek veled, és áldására szolgáljunk a gyülekezetnek. A 480-as. Kísérek. Nem tudom, meg lehet oldani? Igen. Ez? Igen. Igen, igen, ez a 480-as. Hát ez az ének egy prédikáció. Amúgy lehetett volna ez prédikáció helyett. Igen. Jövel, jövel, Immanuel, csak téged áhít, Izrael, és hozzád sohajt untalan, mert Isten híján hontalan. Meglásd, meglásd, Attilának is énekeljük ezt az éneket. Attila, hallgass meg ezt az éneket. Ez főként neked ajándék ma délután. Immár jön Emmanuel, és velünk lesz az Isten. Meglásd, ó Izrael!
Jézus, lásd gyászát, szerteszét. Meglásd, meglásd, ó Izrael, hogy eljövend szépen szolgálatokat. Köszönöm Orbán Jánosnak, hogy itt volt közöttünk ma délután. Kívánjuk azt, hogy oda, ahol elmész, vidd a kolozsvári gyülekezetnek az üdvözletét. Köszönöm szépen. Befejezzük Isten tiszteletünket és az 500-as számú énekünket énekeljük az adventista énekeskönyvből. 500-as. Míg az orgona játssza az ének dallamát, összegyűjtjük az adakozást.
Kegyelmes, drága jó atyánk, hálával tartozunk ezért a délutánért, amikor a te házadban ünnepelhettünk. Köszönjük az énekszót, köszönjük az imákat, köszönjük az igét, amelyet megnyitottál előttünk. Áldásod kíséri azt az igét a szívük talajára, hogy az meghozza örök gyümölcsét. Köszönöm néked, hogy a gyülekezetünk ajtaja még nyitva van, és te vársz bennünket ünnepelni. Hadd, hogy készen találtassunk, amikor eljössz a te dicsőségedben. Hogyha ne talán valakinek túl nehéz földi sorsa, túl nehéz a kereszt, amit visel vállán, könnyíts a terhen, ó Isten, és mindenekért siettesd drága fiadnak érettünk való érkezését. Köszönjük ezt az advent reménységet, amelyet adj erőt, hogy tovább adjuk gyermekeinknek, unokáinknak, szeretteinknek, hogy éljük az advent igazságot, nem szavakban mindenek előtt, hanem készenléttel. Köszönjük neked, hogy velünk maradsz az ismeretlen hétben, amely előttünk áll. Őrizzél meg, kérünk, útjainkban, dolgainkban. Őrizd meg ifjainkat az autóvezetésben. Őrizd meg munkahelyükön, drága testvéreimet, testvérnőinket, hogy újra találkozzunk erőben és békességben. Atyánk, te megteheted, hogy míg eljössz, még adj örömöt ennek a gyülekezetnek, hogy reményteljesen járjuk meg és járják meg életútjukat. Köszönjük, atyánk, hogy a gyülekezet prédikátorát, a gyülekezet bizottságát igazgatod, és velük maradsz, míg eljövend a Krisztus. Ezt a pillanatot várjuk, és ezért fohászkodunk ma délután ismét. Kegyelmed és jóságod, és szereteted maradjon rajtunk most is, mind örökké. Amen. Amen. Aki győz, fehér ruhákba öltöztetik, és ki nem törlöm annak nevét az életnek könyvéből, hanem vallomást teszek őről az én atyám előtt, és az ő angyalai előtt. Az Úr Jézus Krisztus áldott kegyelme, az Atya Isten szeretete, és a Szent Lélek Isten örök közössége legyen és maradjon.